Kimondottan külföldieket akartak megölni tálib lázadók azzal a merénylettel, amelyel végül 21 ember életét oltották ki Kabulban. Az egyik merénylő egy étterem bejáratánál robbantotta fel magát, ezután két társa tüzet nyitott a vendégekre. A támadásnak 13 külföldi áldozata van, köztük kanadaiak, oroszok, libanoniak és európaiak. Szakértők szerint a tálibok az akcióval azt akarták bebizonyítani, hogy még mindig képesek erősen őrzött területeken is gyilkolni. Az étterem, ahol a támadást végrehajtották, Kabul egy olyan kerületében van, amely fokozott védelmet élvez, mivel sok külföldi követség van a környéken. Maga a vendéglátóhely még szigorúbban védett, csak több biztonsági kapun lehet bejutni, és kívülről nem is látszik étteremnek. Az egyik öngyilkos merénylő az étterem bejáratánál robbantotta fel magát, ezután két társa a hátsó bejáraton, a konyhán keresztül hatott be és tüzet nyitott a vendégekre. A lövöldözés legalább 20 percig tartott. A biztonsági őrök végül a két életben maradt támadót lelőtték. Hátul voltam a konyhában, amikor óriási robbanást hallottunk. Ekkor a srácokkal együtt felszöktünk a tetőre a kémény mellé. Legalább 2-3 órát voltunk ott, amíg a rendőrök segítettek lejönni, mondta el az étterem egyik szakácsa. A merényletet tálib lázadók követték el, és kimondottan a külföldiek ellen irányult. A támadás további legalább 4 sebesültjét egy kabuli katonai tábor kórházába vitték. A kabuli rendőrfőnök szerint az áldozatok között 13 külföldi van. Az ENSZ képviselője közölte, hogy a világszervezet 4 civil tisztségviselője is a halottak között van, és mélységesen elítélte a támadást. Hasonlóképpen tett a Nemzetközi Valuta Alap, amelynek 60 éves libanoni képviselője halt meg a támadásban. Az afgán belügyminisztérium szóvivője a pakisztáni kormányt azzal vádolja, hogy védelmet nyújt a terroristáknak. Sajnos Afganisztán ellenségei a terroristák még mindig biztonságban vannak Pakisztánban a határ túloldalán. A kiképző táborokban kimossák az agyukat, majd visszaküldik őket Kabulba civilek gyilkolni, nyilatkozta a szóvivő. A merénylettel a terroristák feltehetőleg azt akarták érzékeltetni, hogy még mindig képesek a legszigorúbban őrzött területeken is támadásokat elkövetni. Az akciót mások mellett a Magyar Külügyminisztérium is a leghatározottabban ítélte el.